first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, a heti feedben ezúttal az életmód klubosokhoz látogattunk el, hiszen ahogy már beszámoltunk róla, itt a Kettler Fehérvárban most már hónapok óta zajlik ez a program, és a résztvevőket kaptuk most mikrofon végre, hogy mesélnek egy kicsit a tapasztalataikról. Hát sziasztok, az előbb láttuk itt, hogy micsoda edzésben, mozgásban voltatok. Te miért csatlakoztál a programhoz, illetve hol tartunk most, milyen eredményekről tudsz már beszámolni így a 10. héten? Sziasztok! Én tulajdonképpen már másfél éve járok ide a Kettlerbe folyamatosan, és egyszer csak megállt a fogyás, és ezt szerettem volna egy kicsit újraindítani, ezért csatlakoztam az Életmódklubhoz. És az elmúlt 2,5 hónapban közel 15 kilónál tartok mínuszban, és a célom pedig hát ezt megtartani mindenképpen, illetve még egy kicsit ez alá menni. Neked mit jelent ez a program? Sziasztok! Én nagyon régóta sportolok én is úgy, ahogy a Gábor, és sajnos sosem volt eredményes a fogyókúra, és ezáltal, hogy nem csak a mozgás, hanem tényleg az életmódunkat változtattuk meg, értem ez alatt azt, hogy minden nap főzünk, dobozolunk, tesőkilogramra kiszámoljuk a fehérje és a szénhidrát bevitelt, így sokkal sikeresebbek vagyok, és én is 10 kiló fölött járok már a fogyókúrával, és nyilván nem hagyjuk abba, hanem nyár végéig folytatjuk, és akkor, vagy hát folytatjuk folyamatosan, és nyár végére mindegyünk eléri a kívánt mennyiséget. És te miről tudsz beszámolni? Sziasztok! Hát az én célom az volt a klubbal kapcsolatban, hogy egy pár kilót leadjak magamról, hogy jó társaságba kerüljek, megismerjem az egészséges étkezés alapjait. Úgy gondolom, hogy elég sok barátra tettem szert, jó kis csapat alakult ki. A célomat elértem, jól érzem magam a bőrömben, úgyhogy továbbra is járunk ide mozogni együtt. Mi volt a célod, ezt kérdezhetem? Persze. Igazából a célom, hogy egy picit mozorogjak, mert ugye kényelmes volt otthon a távirányítót nyomogatni, egy pár kilótól megszabaduljak, az egészséges életmódot megismerjem. A célomat elértem, mert 10 kilót leadtam már. Te sem hagyod abba? És akkor együtt marad így a társaság, és ezt is mondhatjuk? Igen, én azt gondolom, hogy a legnagyobb sikerünk titka az, hogy csapatban dolgozunk. Nyilván nem hárman vagyunk ebben a csapatban, nem többen, és folyamatosan biztatjuk és motiváljuk egymást, és megbeszéltük, hogy decemberben ugyanúgy folytatjuk, mikor a program lejár akkor is. Hallhattuk az imént a résztvevők közül, ugye többen azt mondták, hogy milyen jó csapat alakult, és hogy folytatni akarják ezt a programot, ha véget ér akkor is. Igen, ugye először nagyon szkeptikusak voltak, még ők saját maguk is, hogy hát dobozolni kell a kaját, és hát, hogy én nem fogom bírni, és ennyi ideig ezt teszem, és a többi, és a többi. És a legnagyobb siker nekünk, akik csináljuk ezt az egészet, az, hogy ezek az emberek mondják, úristen, simán, és tök könnyen megcsom, és de jó, és jó, hogy elkezdtem. És sokan voltak, akik mondták, hogy az elején egy picit hezitáltak, meg jött a környezetbe, ilyenkor mindig jön a környezetbe, ez hülyeség, ezt úgyse fogod bírni, meg és a többi. És ők mondták, hogy most a környezetük kérdezte, hogy és mikor lesz legközelebb program. És akkor most már, hogy januárban lesz, így sokan szeretnének hozzájuk csatlakozni. És ami egy másik siker, hogy a nagy többsége a csoportunknak azt mondta, hogy jönne tovább. Mert hogy egyrészt valamit persze most elért, viszont azt mondta, hogy nem szeretne egyedül maradni, hanem azt mondja, hogy bekapcsolódik a következő csoporthoz. Ami pedig külön jó lesz, hiszen hát az új kezdőknek az, hogy ott lesznek velük a régiek, akik sikert értek el, az egy nagyon nagy biztatás lesz. A másik pedig, hogy azok, akik már lefogytak, nekik egy nagyon jó dolog az, hogy helyt kell állniuk, hiszen hát ott vannak az újak, és előttük azért nekik is meg kell mutatni, hogy nem vésznek el, nem veszik el az, amit letettek, és folytatni fogják tovább. Úgyhogy ilyen jó a közösség, én azt gondolom ez a legfontosabb erény ebben a történetben.